a Szemed kincse című lemezetek a legjobb jazz lemez díját nyerte el, a kritikusok díját a jazzma.hu oldaltól. Bemutatnád az Aurora triót, amivel készítettétek ezt a lemezt? Persze. Lukács Miklós játszik cimbalmon, aki régi barátom. Igaz, hogy ez az első projektünk közösen, de mindig is vágytam rá, hogy vele muzsikáljak. És ez az Aurora trió muzsikája egy picit a játszó zenészekre lett írva. Tehát ezek a kompozíciókat úgy próbáltam megálmodni, hogy hallottam ezt a hangzást, a cimbalom hangzást, a bőgő hangzást, a szaxofont, és úgy is volt kitalálva, hogy dob nélküli trió legyen. Orbán Gyuri, régi barátom, hát 10 éve játszunk együtt, ő játszik a nagybőgőn, és aztán azóta ők is egy közös projektet is alakítottak, úgyhogy így hárman vagyunk az Aurora trióban. Honnan jön a nevetek? Az Aurora, az a keltik kultúrákban egy misztikus és mítikus gyógynövény. Azt mondják, hogy minden lelki és testi bajra gyógynövény. És azért választottam ezt a nevet a triónak, mert ez a zene egy kicsit ilyen ön- és közgyógyzene szeretne lenni. Egy picit szeretné ez a zene, ha elrepítene minket egy magasabb regiszterbe, egy nyugodtabb, mélyebb világba. És azért gondoltam ezt a nevet. Az Opus Jazz Clubban május 8-án eljátszottátok ezt az albumot. A koncertet John Coltrane Dear Lord című számával indítottátok. Beszélsz egy kicsit erről a számról, mit jelent neked? Igen, azt gondolom, hogy a Coltrane-nek ez az egyik legnagyobb mesterdarabja. És sokszor egyfajta megidézéseként, egyfajta magasabb szintre kerülés elérése érdekében kezdjük a koncertet ezzel a számmal. Nagyon szeretem azokat a számokat, amiket én írok, meg minden, de hát azért lássuk be, ezek kis gyerekdalok ahhoz képest, hogyan a mester gondolkozott a Dear Lordról. Ez egyfajta invokáció, és azt gondolom, hogy a közönség is és a zenészek is abba a hangulatba kerülnek, ahol el tud kezdődni valami. Beszéljünk akkor a Don't Forget című számról. Egy picit ez az Aurora trió muzsikája egyfajta háladás, egyfajta örömzene, mert hogy a Vörös Sándori gondolat azért Szemed kincse a lemez címe, mert ugye azt mondja Vörös Sándor, hogy egyetlen kincse, de könnyed, amit van. Én hozzátettem ilyen önhatalomra még egyet, amit kapunk szerintem valami magasabbtól, a szemünkben a fényesség. És ugye egy picit ez a két dolog, mi szemünk kincse, és hogy az Aurora trió kompozíciója erről, ezekről szólnak. Arra az örömről, hogy láthatjuk a szépséget. Azt próbálják kifejezni a számok, hogy legyünk hálásak azért, hogy tudunk sírni, és tud fájni valami, mert ez nagyon-nagyon ajándék, hogy csillokat a szemünk, és hogy fájdalmat is érezhetünk. A Don't Forget That arról szól igazából, hogy minden rendben van, és egyfajta örömtűz zene. És úgy jött ez a cím, hogy ott az utolsó melódiában van egy kis párhang, kis riff, amit a szakszofon ismételget. Hogyha oda szöveget kellett volna írnom, akkor az lenne, hogy ne felejtsd el, a nap ragyog mindig. Cat and the Moon. Cat and the Moon. A réten én sokat járkálok éjszakánként, meg teli hold idején, amikor ez egy csodálatos hely. Természet közepén van, nagyon kevés fényszennyeződés van. Tehát az ember a tejutat láthatja, meg a csillagokat teljes valójukban. És a teli holdkor akkor van egy ilyen hihetetlen misztikus fényesség ott. És sokat sétálok ott is. Úgyhogy elképzeltem ezt a kis titkos kertet, ahol a macska ül ott szépen a kerítés tetején is. Van egy ilyen mozdulatlan, mágikus kölcsönhatás a hold és a macska között, és hogy amikor játsszuk ezt a számot, ez az instrukció a kollégák felé, próbáljuk meg úgy játszani ezt, hogy persze legyen az érzelmileg feszített és dinamikus, de hogy
Ha megrecsönne egy ágabban a kertben, akkor megtörne az a varázs, a macska és a holt párbeszédében, ami egy néma, mozdulatlan igézés. Úgy játsszuk ezt a számot, hogy ne recsenjen meg az az ág. Ezt a hangulatot próbáljuk tartani az egész kompozícióban. Remember the head seller. Hogy ez egy ilyen érdekes, ez egy sad song, ez egy ilyen kis öngyilkos nóta. Karádi Katalint én nagyon tisztelem, mert azt gondolom, hogy egy nagyon erős energiát képviselt, mint színészileg is, mint énekesileg is, énekesként is. És nekem ez egy nagyon tragikus történet, ami történt vele, hogy igazából tényleg egy szupersztár volt, és hát a fiatal lányok, eladósabban sorban lévő lányok az ő számaira zokogtak, és milliók énekelték a számait, és a vidékre ment, akkor az autójának a kilincsét emlékbe lelopták, és a jelvényét, és a festéket, és a lábanyomát megcsukolták, és egyszerre történetben megjöttek változások, és onnantól kezdve neki menekülnie kellett, és onnantól kezdve egy századrangú megtört ember volt, és bujkált még 40 évig életében. Argentinában élt, aztán New Yorkban, és egy kalapboltban dolgozott, ahol ha valaki felhozta azt a témát, hogy nem jön a nagy énekes és színésztő Magyarországon, akkor elmenekült, és nem... Tehát ezt a témát nagyon kerülte, és hogy nekem az egészben az a tanulság, hogy mekkora érték, ha van valami, és hogy mennyire tragikus fordulatokat tud hozni a történelem akár, vagy külső dolgok, és hogy a pillanat mennyire fontos. First and second. Ahogyan próbáltam arról dadogni ilyen kis gyermeki módon, hogy milyen nagy áldásban is van részünk, hogy kaphatjuk ezt az életet, és hogy milyen nagy szerencsében van részünk, hogy nem egy háborúban vagyunk, nem egy halálos betegségben, nem egy prostituált vagyok a sarkon, vagy egy szegény drogos, aki minden pillanatban az élettel küzd. Nem nyomorgunk, nem láthatjuk a szépet, itt a zöldet, az eget, a tekinteteket, az illatokat, hallhatjuk a muzsikát. Hogyan tudnánk ezt viszonozni? És valahogy ezen, ahogy gondolkoztam, nagyon egyszerű kis dallamocskák jöttek föl, és nagyon egyszerű, de mégis lélekteljes gondolatok szakadtak ki belőlem, és azokhoz kerestem olyan kis egyszerű elemeket, amivel nem bonyolult lesz a zene, de talán egy kis jármű, hogy egy magasabb szintre jussunk. A first and second az kettő harmónia, és ez a nóta gyakorlatilag kettő harmóniáról szól. A zene elméletileg ugye funkcionálisan, egy első fog, egy második fog. És ugye ez a first and second gyakorlatilag ez egy ilyen lépcső szeretne lenni a magasabb felé. Brilliant Steps a következő. Brilliant Steps is egy nagyon hasonló, egyszerű szám. Persze aztán, miközben az első, meg második, meg harmadik lépést megtesszük, akkor ott olyan csodálatos átjárókon kerülhetünk megint egy első, meg egy második, meg harmadik lépcsőre. És ahogy így az életünkben azt gondoljuk, hogy jönnek a problémák, és megint jönnek a problémák, megint is egymás után így megyünk a lépcsőn. Egy idő múlva rá, én legalábbis arra jöttem rá, hogy ezek a problematikák ilyen spirálisan vannak egymás fölött. És nincs olyan, hogy valami tökéletes, és már megvan, és megértettem, és megtanultam, hanem lehet, hogy 5 év múlva újra ugyanazt a dolgot kell megtanulni, és újra az a problémát, és újra, csak egy másik szinten. És hogy ezek a brilliant step-ek számomra.
Joy. Hát, öröm. Ezt egy gyimesi kisházban írtam, egy olyan idős néninél, aki most már 6-8 éve befogad minden tavasszal. Olyan önző vagyok, hogy a születésnapi ajándékom az, hogy gyimesekbe nézhetem a hegyek szépségét, és ennél az idős néninél, Anna néninél lakhatok, és teli volt a szívem örömmel és jósággal, és ott a kisházban írtam ezt a Joy című számot, és nekem ez például egy olyan őssejt, hogy bármilyen pillanatból tudok lenni, és amikor nehézségek vannak, vagy szomorú lennék, vagy bármi, abban a pillanatban ott tudok ezen az átjárón keresztül lenni, ahol minden rendben van. The missing one? The missing one. Pontosan egy évvel ezelőtt hunyt el tragikus körülmények között Mohai András barátom, aki egy nagyszerű dobos volt, és azon minden idők egyik legjobb dobosa volt. 36 éves korában egy autóbaleset során egy koncertről hazafelé menet érte a halál. Milyen szép befejezés az ő életútjának. Nagyszerű dobos volt, csomó zenésszel játszott, világsztárokkal. És az utolsó pillanatokban is Joe Lovano, a nagyszerű amerikai szaxofonossal való közös koncertről hazafele történt ez a tragikus dolog, és valahogy úgy éreztem, hogy ez a nagyon közeli baráti kötelék kötelez arra, hogy valamit megpróbáljak megfogni ebből. Itt ezen a koncerten, ahogy játszottuk, ez is egy kiinduló, van egy energia ennek az egésznek, és aztán hagyjuk, hogy belekerüljünk abba az energiatérbe, hogy mi is a közünk Mohai Andrishoz, és szakítsuk föl magunkban azt az érzést, hogy milyen tragikus is volt ez az egész, és hogy közben az egész nóta mégis arról szól, az elengedésről, hogy de neki menni kellett, és minden úgy van jól, ahogy van, és reméljük, hogy tud együtt mosolyogni most velünk. Az utolsó szám, ami nekem a kedvenc számom a lemezről, a Barta Bertalan dala. Hát ez a Barta Bertalan nevezetű úri ember, ő az ükapám volt, és a nagymamámtól gyerekkoromban is, de inkább később kérdeztem az ősökről sokat, és hát kiderült, hogy ő egy ilyen hortobágyi juhászember volt, úgyhogy én nagyon megörültem, hogy van ehhez a fajta népi kultúrához egy ilyen erős linkem. Hát azt mondják, hogy ilyen napfényes, csodálatos ember volt, csillagok járását ismerte, furujázott és terelte a juhokat. És hát kis juhászként beleszeretett egy gyönyörű lányba, akiről kiderült, hogy az ő főnökének, a számadó juhásznak a lánya, és hát amikor ez kitudódott, hogy ott valami van a fiatalok között, akkor hát őt elkergették, jobban kiutasították onnan, hogy hát ezt a lányt nem azért nevelték, hogy egy ilyen senkiházihoz kerüljön, és hát takarodjon innen. És hát itt kezdődik igazából a történet, mert hogy hajnali 5 órakor ő föl is öltözött, és el is indult az ő útjára, ahogyan kiadták a sorát, csak hát a lány oda állt mellé, és hát megszöktek. És itt kezdődött egy ilyen 1800-as évekbeli vad keleti lovas üldözéses történet, amikor is ki volt adva az üldözőknek, hogyha megtalálják,
őket, akkor agyon kell verni őket, és hát a lány is ki volt tagadva, és halálfia mind a kettő. De hát ott a nádasokba és a nem tudom, az erdőkbe bujkáltak, és egészen a mai vajdaságig jutottak, és ott valahogy megszabadultak, és hát az a lány az ők anyám lett, az ők apám elvette feleségül, és hát egész életükben boldogságban éltek. És ez a ballada egy kicsit, ez a vadkeleti blues, ez a hortobágyi barangolásoknak egyfajta emléke. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. További sok sikert kívánok.